Köszöntöm a Kisduna Televízió nézőit a stúdióban, Gintner Hajna, Gintner Kinga, Helméci Judit és Helméci Károly, ők négyen vettek részt az idén júliusban a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozón. Köszöntelek titeket itt a stúdióban. Szeretném először is elmondanátok, hogy hogyan és mikor ismertétek meg így egymást. Ki kezdi? Hát kiskorunk óta ismerjük egymást, így szerintem nagyjából a szülők miatt. Ők is ismerték már egymást régebben. Meg nekem a szüleitek ugye hittem tanárom volt még nagyon régen. Meg most már ebbért meg keresztanyám is. És milyen gyakran jártok akkor ilyen ifjúsági közösségbe? Hát igazából mi ketten járunk a Szent János Bogár klubba. Az ilyen évközben péntekenként van. De a Juditékkal egy mindenféle plébániai programokon szoktunk találkozni. Hogyan kell elképzelni ezeket a programokat? Hát igazából a családi nap, karácsonykor vagy a mise után ilyen agapé szokott lenni, és akkor azokon is. Vagy karitász táborban a tántán. Hová szoktatok esetleg elmenni egy ifjúsági közösségi klub tagjaiként? Hát van egy másik közösségünk is, nem csak itt a helyi plébánián, hanem így az egész környék, igen, így a régió. Nem tudom azt mondani, hogy Pest nem egy ilyen kisebb régió, 40 falu a környéken. És ezt a közösséget nálunk Dél-Dunának hívják, és velük szoktunk ilyen kb. Két havonta találkozni, és akkor elmegyünk kirándulni, vagy egy napra összeülünk. Ugye most ugye lesz táborzárunk, vagy hogy mondjuk, ilyen járzáró sütögetés majd gyálon. Ez így minden évben szokott így lenni, igen, és akkor összeültek körülbelül 40-en? Akkor... Nem. Több, 40 település. 40 településről jönnek a fiatalok, és akkor nagyjából... Hány fős szokott lenni akkor? Inkább is 100. Nagyon változó, amikor csak ilyen 70, valamikor meg 200. És mit csináltok ilyenkor a táborban? Hogyan kell elképzelni mondjuk egy napot? Hát először is fel kell. De igen. Nem, akkor nem szoktunk állni, és akkor valamikor van reggel mise, vagy este, akkor vannak ilyen tematikus napok, vagy mondjuk van kézműves nap, és akkor jönnek mindenféle emberek, meg mi is szoktunk egymásnak így tartani kézműveskedést. Akkor van, amikor előadókat hívnak nekünk, minden nap szokott lenni előadás. Aztán ezt kis csoportokban megbeszéljük, kis csoportokban is szoktunk ilyen előadásokat csinálni, amit majd előadunk a tábor végén. Nagyjából ilyenek. Hogyan jött a világtalálkozó ötlete? Még 2010-ben... 11? Nem, még 2010-ben mondták nekünk, hogy hirdették az egyik találkozó alkalmával, hogy majd lesz 11-ben Madridban világtalálkozó, és akkor ismertünk meg akkor mondták el nekünk találkozók történetét, stb., és akkor döntöttük el, hogy jelentkezünk mi is néhányan. Miért gondoltatok azt, hogy na most akkor ti jelentkeztek és részt vettek? Mit vártatok egy ilyen találkozótól? Igazából nem tudtuk eldönteni, hogy mit várjunk, nem tudtuk, mire számítsunk. Mit tudtatok akkor még egy ilyen találkozóról, hogy mi a fő célja, miért van? Hát amikor Madridba mentünk, vagyis csak én mentem akkor még, meg a többiek, és akkor igazából úgy hirdetik, hogy találkozás a pápával, meg így a világ minden tájáról jöttek fiatalok azért, hogy találkozhassanak a pápával, és egy hetet így együtt tölthessenek így világtalálkozó név alatt, és akkor hát így igazából ennyit hallottunk, és akkor így izgalommal vártuk az egészet. De mégis rengeteg külföldi emberre találkozunk, és mégis fiatalok, és akkor igazából ők is egy dolog miatt jöttek. Kik juthatnak ki, hiszen ezért van gondolom egy korlátozott létszám? Hát Madridban úgy volt, hogy 150 főt lehetett összegyűjteni a püspök, a Váci egyház megye püspöke, ő annak fizetett a 150 főnek, így valamennyi szóval kedvezményt adott, és még azon kívül is lehetett szervezni, de ez a 150 fő az így központilag ment ki Madridba, és idén meg igazából a püspöki konferencia szervezett központilag nekünk egy kiutást, 15 fő jutott össze. Szóval a pénz miatt az egy kicsit drágább volt, és ezért itt kb. 15 fő jött össze, és ezután azt így megszervezték nekünk a kiutást, és akkor oda kijutottunk.
És mettől meddig voltatok kint? Hát 13-án, július 13-án utaztunk ki repülőbe, és 31-én jöttünk haza. Hogyan teltek ezek a napok? Hát mivel töltöttétek? Igazából az volt, hogy programokat szerveztek nekünk a helyi plébániára, hát nem a helyi plébániára, hanem egy brazil plébániára el kellett mennünk, mi magyarok, és akkor ott együtt voltunk Puerto Ricóiakkal és a helyi brazilokkal, és akkor ott megismertük egymás országát, meg játszottunk, elvittek egy parkba, meg hát táncoltunk elég sokat, meg ugyanúgy a brazil mélységet hallgattunk. Milyen tapasztalatokat szereztetek ott, hogy azért, mert mondom, az ottani emberek sokkal felszabadultabbak, nem olyan kötöttek, mint itthon, nem? Hát az biztos. Hát a mise is már másabb, szóval, hogy ők náluk sokkal szabadabb, táncolnak, tapsolnak, mutogatnak hozzá, és hát minden mise az gitáros, szóval nem orgonával, már ezzel felszabadultabb, meg az, hogy a pap is ott táncol, az egy nagyon más hangulatúvá teszi a misét, szóval ez így már másabb. Hát a miséken meg eleve az, hogy tényleg az, hogy mindenhez mosolyognak, szóval mindent így lazára vesznek, szóval nem annyira foglalkoznak a szervezéssel. Annak voltak előnye és hátránya is, de hát ez így szokott lenni. Hát azért a szervezés gondolom nem könnyű. Hány fő vesz részt egy ilyen világtalálkozón, ifjúsági világtalálkozón? A világtalálkozón 5 millióra számítottak az utolsó napra, de így 3 millióan voltunk körülbelül. Hát ez nagyon-nagyon sok. Igen. És egyébként volt lehetőségetek azért így a kötött programokon kívül város nézni? Persze, mert nem volt olyan túl sok kötött program, főleg Rióban, hogy mi nagyon szabadok voltunk, hogy minden nap így egy ilyen 2-3 órás programunk volt, és akkor a nap többi részével azt csináltunk, amit akartunk. Úgyhogy volt időnk megnézni mindent, amit akartunk. Úgy, mint? Hát a Krisztus szobrot főleg, azt mindenképpen, mindenki azt mondta, hogy anélkül nem megyünk haza. Akkor van ott még a Cukorsüveg hegy, ez is egy hatalmas hegy, ahonnan be lehet látni az egész várost, és ilyen nyugat, ilyen kis esőerdős feelingje van az egésznek, nagyon nyugodt, mert úgy messze van a várostól, és ilyen teljes csendes, ilyen zöld zóna. Akkor még megnéztünk egy helyi szigetet, így Rio külvárosában, vagy nem tudom, szóval elég a központból indultunk, és akkor egy kompalát mentünk ilyen kis szigetre, ahol volt gyönyörű kilátó. Hát meg így körülnéztünk még a belvárosba is, Copacabana-n. Nem, akkor sikerült így ilyen új kapcsolatokat kialakítani, esetleg ismerkedtetek ott a különböző ifjúsági csoportokkal. Persze, mindenféle országból találkoztunk, el voltunk velünk, ismerkedtünk. Főleg a Puerto Ricóiakkal, akikkel ugye egy hétig teljesen együtt voltunk a plébán, ilyen minden nap közös programjaink voltak, úgyhogy velük nagyon jóban lettünk. Idegen nyelvek elsajátítása, ilyesmi, egy kis spanyol. Hát igazából az volt a probléma, hogy ezek a Puerto Ricóiak nem is beszéltek angolul, úgyhogy nekünk ez egy kicsit nehéz volt, mert tőlünk meg senki nem beszélt se portugálul, se spanyolul. És Rióban meg mi a lányok ilyen családnál voltunk elszállásolva, és ők se beszéltek angolul, úgyhogy így muszáj volt egy-két szót így megtanulni portugálul, hogy legalább mi ki tudjuk fejezni magunkat, úgyhogy ők nem is. Milyen volt ott a háznál a vendéglátás? Hát a nénink nagyon aranyos volt, meg volt egy ilyen velünk egykorú lánya, meg talán még egy, de nem, sose tudtuk eldönteni, most kihez tartozik, mert volt ezen kívül még egy lány is, aki nem velük lakott egy lakásban, hanem ő is ott lakott ugyanabban a házban, csak nem velük, és így néha ott volt ő is. De nagyon rendesek voltak, nagyon kedvesek. A néni egész nap magyarázott nekünk portugálul. Ezt a semmit nem értettetek belőle, de lelkesen mondta, igen. Nagyon lelkes volt, akkor volt, akiket elvitt szambázni, többször is elindultak, csak nem tudom, hajnától kéne inkább megkérdezni, hogy milyen volt. Hát az volt, hogy ahogy megérkeztünk Rio de Janeiro-ba, akkor aznap este a nő már nagyon lelkesen mondta, hogy jó, akkor menjünk este szombázni. És akkor elvitt minket, én nagyon féltem, hogy először vagyok Rio de Janeiro-ba, és így ilyen sikátorokon keresztül, és ő nagyon
lendületesen ment, és így mondom, akkor biztos nem lehet annyira ijesztő környék. És akkor úgy nézett ki a Samba Party, hogy volt egy ilyen kisebb utca, ki volt világítva, és így rengeteg ember volt ott. Szóval tényleg, mint valami hatalmas, nagy party. Én még nem voltam olyan, ahol ilyen szűkösen lehet csak táncolni, meg hogy bömböl nagyon a zene. És azt megjegyeztem, hogy folyton azt mondta nekem egy bátya, hogy isszú, 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 ami a lényegében a király, meg hogy nagyon jó, annak a megfelelője. És akkor ott amúgy volt hangulata, aztán meg éjfélkor akkor volt az, hogy már inkább induljunk visszafele, és akkor már olyan jó volt, hogy így olyan nyitottam meg a lelkesen, tudtam végigmenni az utcán, nem is féltem, és így többen is jöttek velünk, és kiderült, hogy a fiúk, akik velünk voltak a magyar csapatból, a partitól egy fél utcára ott voltak, és be voltak zárva, mert hogy őket nem engedte ki a szállásadójuk. Mert hogy nem szabad kimenni 10 után, vagy nem tudom. És akkor ott, és akkor ők közben hallották is azt, hogy ott buliznak, és akkor nem mehettek ki. Akkor nektek jó helyetek volt. Igen. És hát ugye a fő célja az ifjúsági világtalálkozónak, hogy találkozni a pápával. Milyen érzés volt? Hogyan érkezett ő? Hát ő már hamarabb ott volt, mint hivatalosan lett volna a találkozás. Hát 22-től már ott volt Rióban, csak nem, szóval nem látványosan. A pápa fogadása az szerdán volt, 24-én talán. És akkor hát elég nagy volt a tömeg, és akkor úgy volt, hogy volt egy ilyen kordonos út, ami végighaladt nagyon gyorsan, ugye nem golyóálló autóban ment. És ezért így nagyon nagy tömeg volt, és így nyomorgás volt, és akkor az első nap, amikor volt a pápai fogadás, akkor nem is láttam, mert én kicsi is vagyok, mert későn is értünk oda. Igazából nem annyira láttam sok mindent, még az autót sem láttam. És igazából így az elsőre ez így egy kicsit szomorkás volt, mert nem láttam igazából. Hát eddig csak képernyőn keresztül láttam, és akkor másnap vagy harmadnap volt az, hogy sétáltunk, aztán kiderült, hogy megy a keresztútra, és megint végig fog menni. És kevésbé tömeges helyen voltunk, a Judittal, meg a Hajnával. Meg szerintem veled is kereszt. Hát csak akkor én adőn mentem egy picit, hogy megpróbálni fényképezni. És akkor úgy volt, hogy hát halljuk, hogy jön ez a sikoltó hullám, amikor ugye végigmegy a pápa, akkor mindenki sikít. És akkor hát halljuk, akkor menjünk oda, mi is nézzük meg. És pont ott előttünk mente, és nagyon közel mente, mert így kb. Még léphettünk volna még 2 métert, és akkor egy méterre lett volna tőlünk a pápa, és így nagyon hatalmas élmény volt, mert igazából test közelben látni, igen, tök hatalmas volt, szóval ugye emelvényen is állt, és ilyen tök nagyon sok, mert pont ránk mosolygott. És számotok ez milyen élményt jelentett? Judit? Hát legelső nap, én nem onnan néztem a pápát, ahonnan kingeink, mert engem felengedtek a színpadára, még itthon megbeszéltük, hogy van ez a lehetőség, és akkor megkértek, hogy akkor menjek föl én a színpadra, mert csak 2 mehetünk a magyarok közül, és akkor én onnan néztem tulajdonképpen az egészet. Hát akkor te mindent jól láttál. Igen, igen. És akkor ő beszédet mondott első nap a színpadon, csak az volt a baj, hogy ezt is spanyolul, és nem nagyon fordították fel engem magyarra. Így nagyon különleges volt, mert hatalmas színpadon ott voltunk egy pár fiatal, és akkor ott volt előttünk a pápa. De mi is láttuk utána még többször a következő napokban, és szerintem ez így nagyon különleges volt, mert emlékszem Madridban, akkor még Benedek pápa volt, ő nem ment el így a fiatalok között. Úgyhogy... Most már közvetlenül. Igen, sokkal közvetlenül ez a pápa. Hát említettetek, hogy több millióan vettek részt ezen a rendezvényen. Milyen volt a közlekedés ott? Hát azért vigyázni kellett volna, hogy ne hagyjátok el egymást. Igen, a közlekedés nagyon durva. A metrónknál mindig kilométeres volt a sor a Copacabánán, mert mindenki egyszerre akart, ez a több millió fiatal egyszerre akart hazajutni a szállására. És akkor úgy kellett mászkálnunk, hogy egymásba kapaszkodtunk, mert egyszerűen nem lehetett közlekedni ebbe a tömegbe. És a brazil közlekedés amúgy sem egy ilyen átlátható dolog, mert még a metró hálózatuk nagyon egyszerű, de inkább ők busszal közlekednek is a buszmegállókon. Nincs kiírva, hogy milyen buszmegállóban vagyunk, nincsen menetrend. Az, hogy merre megy a busz, az csak így nagyjából van kiírva, hogy melyik zónát érinti.
Úgyhogy így nagyon le kell figyelni, hogy melyik buszra szállunk fel, mert sose lehet tudni, hogy merre visz. Volt, hogy eltévedtetek? Vagy volt, aki segített nektek az értekezlekedésben? Hát, mindig volt, aki segített, meg így a helyiek is. Megkérdeztük őket, hogy merre kell menni. Nekem is volt ott helyi ismerősöm, aki így elvezetett minket. Uh-huh. Úgyhogy ők nagyon sokat segítettek, de így elég nehéz volt. Volt, hogy álltunk a megállóba, és akkor egy idő után mondták, hogy ja, most nem is jár a busz. De egyébként én úgy tudom, hogy azért Brazíliában a közbiztonság sem annyira jó. Tehát volt esetleg olyan, amikor így kicsit azért... Hát most ugye jött a pápa, és mivel Rio de Janeiro most elvállalta az ifjúsági világtalálkozót, a VB-t, ezután meg az olimpiát, ezért most mi vagyunk a tesztalanyok az ifjúsági világtalálkozó, és az egész ugye a hadsereg ki volt minden sarokba állítva. Szóval most a közbiztonság az erősebb volt, mint általában szokott lenni. Hát nem is volt annyira probléma, hát csak az utolsó napon, amikor zarándoklat volt, hát akkor ugye sok ember vonult a utcákon, és akkor jöttek a kisgyerekek, aztán így felváltak a táskát, a másik magyar csoportok például elloptak dolgokat, de szerencsére nekünk nem volt ilyen probléma, hogy megtámadtak, vagy leállítottak, vagy elvittek tőlünk bármit is, szerencsére. De ugye most ez ilyen teszt volt, hogy a VB-re és a olimpiára miket kell majd mozgósítani ahhoz, hogy teljes biztonság legyen az utcákon. Igazából egész héten igazából nem volt semmi probléma, és nyugodtan lehetett sétálni bárhol. Hajna, nálad van egy biblia, amit kell tudnunk erről a bibliáról? Ja, csak annyi, hogy voltunk egyszer az egyik metróállomásnál, és ott kiderült, hogy olyan árucikkek vannak, amik általában lepotyogtak a kamionokról, szóval ugyanazok a márkás cuccok, csak sokkal olcsóbbért. És akkor benéztünk oda, mert mondták, hogy jó cuccok vannak ott. És amikor épp bementünk, ott volt egy könyvesbolt, és én meg a nővérem Kinga is nagyon szeretjük a képregényeket, és egyből kiszúrtunk egy ilyen vastag képregényt, és kiderült, hogy ez a Biblia képregényben. Nagyon jó. Szóval egy olyan ember rajzolta, aki ilyen márva és dísz is képregényeket, szóval a legminőségi képregények. És nagyon örültünk, hogy a Biblia ráadásul és képregényes formában. Ez így jó portugáló, de hát az történeteket is nem. És így, ha visszatekintetek erre a másfél hétre, akkor hogyan tekintetek vissza, milyen érzés? Hiányzik. Hiányzik, jó volt? Hiányzik a hangulat is, az emberek, meg a nyugalom. Hogy azért... Nyugalom? 3 millió ember között azért valahogy mindig volt egy kis nyugalmas hely, mindig. Amit az ember talált, és akkor ott el tudott lenni egy picit. Hát ezt most így nehezen tudom elképzelni, hogy te millió ember van egy városban, és akkor nyugalom van. Jó, rendben, és mikor lesz a legközelebbi világtalálkozó? 16-ban Krakkóban. És akkor milyen tervek vannak addigra? Hát, megyünk. Igen, első közel van, majdnem a szomszédban, szóval magyarok tuti, hogy fognak menni, lesz is nagyobb létszámú szervezés is. Szóval én biztos, hogy én szeretnék menni. Nekem ez így találó ez a helyszín most. Hát akkor örülök, hogy eljutottatok, és biztos nagyon szép élményeket szereztetek. Köszönjük, hogy eljöttetek ide hozzánk, és beszámoltatok nekünk az élményetekről. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet.